92.6 Part FM, ez volt egy Eurovízióra nevezett dal, illetve nemzeti dalválasztó, egész pontosan Pál Dénes és Kati Diamalfi közös, ez a Brave New World 2014-es muzsikája. És ugye volt egy játékfelhívásunk a sporthíreket követően, egész héten egyébként ezt játszottuk, így 10:30 magasságában lehetett hozzánk telefonálni. Nem kicsi a tét, mert hogy szombaton van egy dunaújvárosi mérkőzése az FGS Siófoknak, és ugye erre adunk jegyet, egyrészt hát kétféle jegyet, ugye van egy belépőjegy, és persze van egy ital kupon is, ezért ment a küzdelem, a csatározás, ha minden igaz, akkor valaki itt van a vonalban. Haló, haló! Szervusz, Barta Balázs vagyok. Szia Balázs! No, hát kérdést ugye nem tettem föl, én abban bíztam, hogy majd azért fanatikusok fognak telefonálni, vagy legalábbis akik egy minimálisan képbe vannak az FGS Siófokat illetően, mondhatom akkor a kérdést? Persze. Oké. Okay. Úgy szól a kérdés, hogy mi a Siófoknak a csapat színe? Hú, hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Sárga-kék. Sárga-kék, te nagy Siófok, FGS Siófok fan vagy, és drukker. Ú, persze. Figyelj Balázs, megnyerted a belépőjegyet, meg a kupont hozzá, nem tudom, hogy autóval érkezel-e, vagy esetleg valaki majd kiszállít, vagy gyalogosan, vagy busszal. Mert hát hogy... szerintem bátyámmal, öcsémmel megy az egész család. Értem, de akkor te fogyasztasz alkoholt, avagy sem? Hát ez még kérdéses. Kérdéses, jó, csak azért kérdezem, mert ugye vagy üdítőre, vagy sörrel váltatod be a dolog. Gondolom, hogy a sörrel azért a drukkolás jobban megy majd. Persze, akkor ezek szerint nem én fogok vezetni. El is dőlt a kérdés, oké. Okay. Na figyelj csak, van még egy kérdésem, ez is pofon egyszerű lesz szerintem. Mit érzel most, hogy nyertél? Jót érzel? Na, én meg gratulálok neked, és hát akkor ez a jó érzés maradjon meg a hétvégi mérkőzés, és nagyon bízunk benne, hogy az újvárosiakat elfenekelik ezek a srácok. Hát ebben is bízom. Hajrá Siófok! Így van, hajrá Siófok, hajrá FGS Siófok, Balázsnak pedig gratulálok, jó szórakozást a mérkőzés az egész családnak, és persze nagyon áldott húsvétot kívánok, ha már így pénteken beszélgetünk, nagy pénteke, hiszen ez is következik majd a meccs után. Minden jót neked, köszönöm, hogy telefonáltál, szép hétvégét, szevasz!